Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Piros volt a jelzés, mégis áthajtott, fékezés nélkül ment át a síneken a sofőr. Szexárd büszkeségeit díjazták, serreggel pénzjutalommal ismerték el a múlt év kiemelkedő eredményeit. Szem- és orrviszketés, kaparó torok, ordugulás, megkezdődött az idei pollen szezon. Farsangoltak a szépkorúak, Bonyhádon már hagyománya van a különleges rendezvénynek. Szerencséje volt annak az autósnak, aki a vasúti átjáróban a pirosan villogó lámpa ellenére mégis áthajtott a síneken. Néhány pillanaton múlt csak, hogy nem történt tragédia az esetből. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a tilos jelzés a gyalogosokra és a biciklisekre egyaránt vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. Fékezés nélkül hajtott át a síneken az autó. A felvételt egy rendőrségi drón rögzítette az 56-os főúton Tolna vármegyében. A videón jól látható, hogy a lámpák pirosan villognak, a sofőr mégsem állt meg. A sorompó pár másodperc múlva már le is csukódott, és jött a vonat. Csupán a szerencsém múlott, hogy nem lett tragédia. A nő felelőtlenségének ára több 10 000 forint bírság, és 8 büntetőpont lett. Az országban 2022-ben közel 40 ember vesztett életét vasúti átjáróban történt balesetben. Tolna vármegyében is volt az elmúlt év decemberében egy halálos kimenetelű baleset, amikor pincehelyen a vasúti átjáró tilos jelzése ellenére egy kerékpárt toló nő a vasúti sínekre lépett, és érkezett a vonat. Az ő életét nem tudták ekkor megmenteni. A tragédiák és súlyos balesetek elkerülése érdekében a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal közelítsük meg. A síneken és közvetlenül előtte tilos előzni, emellett üzemzavart jelent, ha egyik fény sem világít. Nagyon fontos az, hogyha a vasúti átjáróban piros jelzés van, és még a fénysorompó vagy esetleg egész sorompó nem csukódott le, vagy nem indult meg a sorompónak a mozgása, akkor sem szabad már tiloson áthaladni. A vasúti átjárónak a jelzése csak akkor szabad, hogyha fehér villogó jelzés van, és meggyőződtünk arról, hogy vasúti jármű nem közlekedik a síneken. A szóvivő hozzátette, hogy a tilos jelzés a gyalogosokra és a biciklisekre egyaránt vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. Az egyenruhások arra kérnek mindenkit, hogy minden esetben tartsák be az előbb említett szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha biztosak benne, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást. Egy nap alatt 4 baleset történt Tolna vármegye útjain. Dombóváron a Köztársaság utcában egy kis teherautó közlekedett. Az egyik kereszteződésben nem tartott megfelelő követési távolságot, és neki ütközött az előtte megálló autó hátuljának. Az esti órákban az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kocsi szintén túl közel volt az előtte haladó tartályos teherautóhoz, és neki ment. Vadelütések is történtek, az egyik a Dombóvár és Mágocs közötti útszakaszon, a másik pedig a 61-es főúton volt. A keddi nap sem múlott el anélkül, hogy ittas és eltiltás hatája alatt közlekedő sofőrrel ne intézkedtek volna a rendőrök. Egy tolnai nőt Szekszárdon a Palánki úton igazoltattak. A szonda pozitív jelzést mutatott. A tamási egyenruhások pedig egy eltiltás hatája alatt közlekedő férfit igazoltattak. Vele szemben büntetőeljárás indult. Sok migráns érkezik a balkáni útvonalon olyan új országokból is, amelyekből korábban nem volt jellemző a tömeges illegális bevándorlás, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György ennek okát abban látja, hogy a 2015 óta az Európai Unióba bejutott milliók, valamint az illegális bevándorlást szervező bandák azt híresztelik nekik, hogy van bejárat az EU-ba, és úgysem tudják őket kitoloncolni. Hozzátette, 2015 óta csak a koronavírus járvány idején lassult jelentősen az illegális bevándorlás, mert egyes nemzetállamok akár a hadsereg bevetésével lezárták határaikat. Már kiépültek azok az embercsempész hálózatok, amelyek Afganisztántól vagy Indiától egészen Németországig vállalják a szállítást, jelentette ki Bakondi György. Úgy fogalmazott, a 8 éve tartó migrációs folyamatnak súlyos közbiztonsági, nemzetbiztonsági, szociális, egészségügyi következményei lettek, és az európai országok polgárai egyre inkább fenyegetettnek érzik magukat.
Ismét díjazták Szekszárd büszkeségeit, serleggel, pénzjutalommal ismerték el a 2022-es év kiemelkedő eredményeit. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő elmondta, fontos, hogy díjazzák a tehetséges sportolókat, hiszen ők Szekszárdváros hírnevét öregbítik. Többek között Studer Zsuzsanna, a Tolnai Vármegye székhely női kosárlabda csapat edzőjének munkáját is elismerték a Szekszárd büszkeségei 2022 díjátadón. Idén a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a rendezvénynek. Igazából ugye két díjat kaptunk, először is ugye a csapat a Hepkupa győzelmünkért, amit a tavalyi szezonban szereztünk, én pedig az edzői munkáimért, amit eddig az elmúlt két évben csináltam, ennek volt az elismerése ez a díj. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő elmondta, egyebek mellett azért fontos, hogy díjazzák a kiemelkedő eredményeket elérő sportolókat, mert ezzel Szekszárdváros hírnevét öregbítik. Olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, edzők, egyesületek vezetői kapták meg ezt a díjat, akik valamivel kiemelkednek a többi ember közül, és ezt szeretnék, azon kívül, hogy ők egyszer már erre büszkék magukra, mert a saját közelükben megkapták az elismerést, de azt szeretnénk, hogy tudják, hogy mi is büszkék vagyunk rá, tehát az egész város büszke rájuk. Szinte minden sportágban adtak át díjakat, 45 egyéni, 7 csapat, illetve művészeti elismeréseket is kiosztottak. A szervezők szerint sikerült eredményesen zárni a 2022-es évet a szekszárdi sportéletben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is külön kérés nélkül elkészíti több millió ember személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A folyamat automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni, és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem, közölte a NAV szerdán. Kiemelték, hogy az SZIA bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amelyet a munkáltatók, kifizetők által évközben megadott adatokból állít össze a hatóság. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az évközben levont adóerőleget és az évközben igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs KAÜ azonosítója, például ügyfélkapu hozzáférése, az adóbevallási tervezetének postázását március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Nekik az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen május 2-áig küldi el postán. Soha nem látott gyorsasággal alakul át az agrárium. A magyar gazdák ezért technológiai és tudásfejlesztéshez egyaránt kapnak segítséget a kormánytól, mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságot is érintő technológiai forradalom, az agrárium korszakváltása ma már nem csak egy szűk felhasználói kört érint. Az utóbbi 2-3 év változásai, a piaci körülmények, a termelési láncok, az alapanyagellátás átalakulása, az uniós támogatások egyre szigorúbb zöld előírásai minden gazdát újításokra késztetnek. Feldman Zsolt szerint különösen azoknak kell lépést tartaniuk a fejlődéssel, akik a világpiacra termelnek nagy mennyiségben olyan árut, amit más országok is nagy tömegben állítanak elő. Szem és orviszketés, kaparó torok, ordugulás, sokak számára ismerősek ezek az allergiás tünetek, amelyek általában először tavasszal jelentkeznek. Hiába van még csak február eleje, már megkezdődött az idei pollen szezon. Az enyhe időjárás miatt megkezdődött az idei pollen szezon. A mogyoró virágpora már eléri az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az éger, a ciprus, a tiszafélék, valamint már a kőris virágpora is jelen van a levegőben, azonban koncentrációjuk jellemzően még alacsony. A tünetek az allergén típusától és az allergiás reakció súlyosságától függenek, mondja a házi orvos. Némi köhögés is, ugye az asztmára hajlamosak, azok köhögnek is, de jobbára a szénanátha. Ez az egyik leggyakoribb panasz, az emberek mintegy 10-30%-át érinti az egész világon, előbbi a megfázáshoz hasonló tüneteket okoz. Szelek is eléggé keverik a polleneket, úgyhogy számíthatunk arra, illetve számítottunk is arra, hogy az allergiák korábban kezdődnek, és mivel az a tanácsunk az allergiás betegeknek,
hogy a várható idő előtt kezdjék legalább egy hónappal az allergiagyógyszert, ez itt kudarcba is fulladt ez a törekvés, mert erre most senki nincs felkészülve. Az allergia egyébként az immunrendszer túlműködésének következményeként fordul elő. A szervezet általában védi a testet a betolakodóktól, például vírusoktól és baktériumoktól, amelyek betegségeket okozhatnak. Az allergiás emberek immunrendszere azonban az ártalmatlan anyagokra, például pollenek, háziállatok szőre, poratka is úgy reagál, mintha káros lenne, és emiatt olyan folyamatok indulnak el az emberben, amelyek védekeznek ez ellen. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, sőt, szövődményként asztma is jelentkezhet. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerdán. Az elmúlt két évtizedben több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány, azaz mára legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat megfordítása közös érdekünk. A tavasz közelettével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és engedélyeztetni a fecskebarát falfelújítást, felszerelni a fecskepelenkákat. Az Egyesület emlékeztetett arra, hogy a rovarok elleni biológiai védekezésben óriási szerepe van az állatoknak. Minden fecske legalább 1 kg muslincától a nagyobb légy mérettartományába tartozó repülőrovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt. Az MMS számításai szerint Magyarországról akár 2 millió példány is hiányozhat, ami azt jelenti, hogy legalább 2000 tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar marad évről évre a környezetben. Farsangi ünnepséget rendeztek a Bonyhádi Gondozási Központban. Ott ennek már hagyománya van. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere is részt vett. Híres előadók zenészek jelmezeibe bújva örvendeztették meg egymást az otthon lakói és dolgozója a Bonyhádi Gondozási Központ Farsangján. A szépkorúak minden esztendőben nagyon várják ezt a téli programot. Nagyon jól éreztem magam, reggeltől itt vagyunk, és nagyon jó volt, színvonalas volt, úgyhogy nagyon köszönjük a mindenkinek ezt a sok fáradozást, amit csináltak itt az ünnepét, meg minden. A Gondozási Központ intézmény vezetője azt mondja, igyekeznek minden alkalommal olyan programokat rendezni, ahol minden hozzájuk járó szépkorú jól érezheti magát. Minden évben februárban rendezzük meg a farsangi bálunkat, mindig kötődünk a február 7-éhez. Évek óta ezen a napon történik, mert az egyik kollégánknak ma van a születésnapja, és egyben őt is szeretettel köszöntjük ezen a napon. Az eseményeken gyakran részt vesz a település polgármestere is. Nagyon örülök annak, hogy idén ez ismét megvalósulhatott, és hogy újra meg tudták rendezni. Minden évben nagyon sok színes program gazdagítja az idősek otthonában is, és itt a klubban is a rendezvényeket, a programokat, ennek lehetünk most is részesei. A farsangi mulatságot közös szendvicsezéssel zárták a résztvevők. Regionális híreink következnek. Több milliós viharkár Nagy Árpádon, daruval emelték ki a templom tetőszerkezetébe fúródott keresztet. Nem ismerték be a cselekményt, rendes tárgyalás keretében vizsgálja az emberülés ügyét a bíróság. Viharos frontok, gyakoribb balesetek, a sebesség és a követési távolság betartására hívja fel a figyelmet a rendőrség. A múlt szombati vihar során a Nagy Árpádi katolikus templom sisakján lévő kereszt lezuhant és belefúródott az épület tetőszerkezetébe. A kár jelentős, több millió forintot tesz ki. Kedden délután ácsok daru segítségével emelték ki a keresztet, a tető helyrehozása után a sisakot vissza kell bontani és újra felépíteni, mielőtt visszakerülhet a templom tetejére az eddigi, vagy egy teljesen új kereszt. Elképesztő rémítő hangja volt már maga az, hogy lezuhan. Hát én még életemben, én 54 éve lakok itt, de még ilyet nem tapasztaltam. Szabályosan megijedtem. Marika néni, akinek kérésére arcát nem mutatjuk, szemtanúja volt annak, hogy a szombati ítéletidőben a Nagy Árpádi Szent Mihály Arkangyal templom sisakjáról felkapta a szél a keresztet a tartójával együtt, és az a tetőszerkezetbe fúródott. Ő és a helyi sekrestyés rögtön szólt a plébánosnak, aki azonnal a helyszínre sietett. Telefonáltam a tűzoltóságnak,
kijöttek, körülnéztek, fönt kikötözték a keresztnek az alját, hogy se le, se föl ne tudjon megmozdulni, és elkerítették itt az oldalsó részt, mert cserepek is esnek le, hogy ne lépjenek oda az emberek. Fölvették a kárt, és akkor ma sikerült egy autót szereznem, egy darus autót, ami majd ki fogja emelni a tetőből a keresztet. Közben megérkeztek az ácsok is, akik belülről biztosították a több mint egymása súlyú keresztet, és daru segítségével emelték ki azt a tetőszerkezetből. A kár jelentős, több millió forintot tesz ki. A tető helyrehozása után a sisakot vissza kell bontani, újra felépíteni, és majd aztán kerül rá újra a kereszt. Hogy az eddigit vissza lehet-e majd helyezni, vagy egy új díszíti a templomot ezentúl, még nem tudni. A szakrális jelkép megvizsgálása után ezt a szakemberek döntik majd el. 3-3 év börtönbüntetésetet indítványt a Baranya vármegyei ügyészség annak a két nőnek az ügyében, akiknek előkészítő ülését tartották a pécsi törvényszéken. A vád ellenük emberölés büntette, az iratok szerint ugyanis a sértett egy a halálát felgyorsító készítménnyel mérgezték. A vádlottak nem ismerték be a cselekményt, így rendes tárgyalás keretében vizsgálják tovább az ügyet. Két nő ellen emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség, ezügyben tartottak előkészítő ülést a pécsi törvényszéken. A másodrendű vádlott nő egészségügyi szakdolgozó, aki az elsőrendű vádlott nő idős, több betegséggel küzdő anyósát, a sértettet gondozta. Rövid idő alatt bizalmas viszony alakult ki a vádlottak között, majd a vád szerint megegyeztek abban, hogy a sértett halálát gyorsító készítményt adagolnak a sértettnek. 2021. október közepétől észlelték az anyós állapotának romlását, azonban a szakszerű kezelés elkerülése érdekében nem intézkedtek, míg végül a sértett néhány napon belül elhunyt. A vádlottak mulasztása a halálos eredmény kialakulását felgyorsították, a sértett kórházba szállítása és egészségügyi ellátásának elmaradása a halál beálltával közvetett okokozati összefüggésbe hozható. Mindezen tényállás alapján elsőrendű vádlottat és másodrendű vádlottat az előkészítő ülésen a bíróság mindkét vádlottat megkérdezte, kívánnak-e vallomást tenni. A két nő azonban csak egy-egy kérdésre válaszolt. Elismeri-e, vagy nem, hogy ne fánsa részbe a bűnösségét? Nem ismerem el a bűnösségét. Egyáltalán nem. Elismeri-e, vagy nem, hogy ne fánsa részbe a bűnösségét? Nem ismerem el. Egyáltalán nem. Az ügyet így rendes tárgyalás keretében vizsgálja tovább a törvényszék. Az ügyészség egyébként a büntetés kiszabására is tett indítványt. A bíróság mindkét vádlottat 3 év szabadságvesztésre ítélje el azzal, hogy a büntetés végrehajtási fokozata börtön. Állapítsa meg, hogy a vádlottak feltétele szabadságra nem bocsáthatóak, 3 évre a közügyeggyakorlásától mindkét vádlottat tiltsa el. Másodrendű vádlottat valamennyi egészségügyi foglalkozástól tiltsa el, illetve számítsa be kiszabott szabadságvesztésbe a szervezetes fogvatartásban töltött időt. A vádlottak védői az orvos szakértői véleményeket kérdőjelezték meg, de a későbbiekben más tanúk kihallgatására is sor kerül. A következő tárgyalási nap március 28-a, amikor is a szakértőket hallgatják meg a bíróságon. A változékony időjárás, a viharos frontok megviselik az emberek idegrendszerét, ilyenkor gépkocsit vezetni is nagyobb felelősség. A rendőrség azt tanácsolja, ilyen időjárási körülmények között csökkenteni kell a sebességet, a követési távolságot pedig növelni szükséges. A gyalogosokra, kerékpárosokra különösen ügyelni kell. Stábunk a Baranya vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság szakemberétől kapott információkat a témával kapcsolatban. A néhány napja bekövetkezett viharos erejű pusztító szél nem csak a fákra, épületekre, de a gépkocsikra és a közlekedőkre is veszélyes volt. A sebesség helyes megválasztása, a követési távolság növelése különösen fontos. Néhány esetről számolt be Bertáni Vingert Erzsébet rendőrőrnagy, a Baranya vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára. Két olyan intézkedésünk volt, ahol haladó járművekre dőltek, kidőlt fák, illetve faágak. Ezen kívül szintén két olyan eset volt, ahol parkolóban a járművezető próbálta kinyitni a járművét, és a viharos szél kitépte a kezéből a jármű ajtaját, és a másik járműben is ezáltal anyagi kár keletkezett. Több olyan eset volt,
ahol a sebesség helytelen megválasztása miatt a jármű letért az útról, illetve volt olyan is, hogy a forgalmi sáv közepéig benyúló kidőlt fának ütközött az autó. Az ember idegrendszerét nagyon megviselik a frontváltások. Ingerülté, idegessé, türelmetlené válhat bárki ilyenkor. Ekkor fokozott figyelemre és fegyelemre van szüksége a gépkocsit vezetőknek. A szél és a vihar miatt felfokozottabb idegállapotban lévő járművezetők kérjük, hogy csökkentsék járművük haladási sebességét, tartsanak nagyobb követési távolságot, minél távolabb legyenek a többi közlekedő járműtől, illetve gyalogosok és kerékpárosok kikerülése, illetve előzése során tartsanak sokkal nagyobb oldaltávolságot. A magasabb járművek előzésekor számítani kell a hirtelen megerősödő oldalszélre és annak váratlan megszűnésére. Az erdős fás területek váltakozásánál is hasonló a helyzet. A kamionokba, tehergépkocsikba is könnyen belekap a szél, és akár fel is boríthatja azokat. Ha nagy a szél, akkor nem célszerű üres pótkocsit vagy utánfutót vontatni, mert az is könnyen felborulhat, hangsúlyozta a baleset megelőzési szakember. Egyre többen döntenek úgy, hogy testi és lelki egészségük érdekében jógázni kezdenek. Ezek a gyakorlatok főleg a hölgyek körében népszerűek, akik azt mondják, a jóga sokat javíthat szervezetük általános állapotán, emellett szellemileg is felfrissíti őket. Mind a két váll maradjon lent. A jógázás gondolata több sportsérülés után fogalmazódott meg Halász Boglárkában, aki ennek a módszernek az elmélyült gyakorlásával látványos javulást ért el állapotában. Ezt követően döntötte el, másoknak is átadja azt, amit megtanult. Én hatha jógát és jín jógát tartok. A hatha jógát azt mindenkinek tudnám ajánlani általánosságban. Ez a testi egészség fejlesztésére, megőrzésére szolgál. A mai civilizációs ártalmakban, amikor szinte egész napot ülve töltjük, begubózva, mozgásszegény életformában, a hatha jóga a tónusos izmokat gyönyörűen nyújtja, a fázisos izmokat erősíti, és az izületeknek a mozgástartományát is visszaállítja, illetve még jobban kiterjeszti. A jóga órák iránt leginkább a 30-as, 40-es korosztályú hölgyek érdeklődnek. Az oktató tapasztalata az, hogy a rendszeresség viszonylag hamar látványos eredményre vezet. Látható és centikben mérhető az eredmény, mind az izmokban, mind az izületekben, és hát az alakjukon is nagyon meglátszik. Aki rendszeresen gyakorolja, hetente kétszer eljön hozzám, és otthon is még dolgozik a problémás részeken, rendkívül látványos, nagyon gyors a haladás. Szakértők szerint a jóga ugyanakkor a lelki egyensúlyra is jótékony hatással van. A foglalkozások elején például légzőgyakorlatok, a végén pedig relaxációs technikák támogatják a stresszoldást. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Piros volt a jelzés, mégis áthajtott, fékezés nélkül ment át a síneken a sofőr. Szekszárd büszkeségeit díjazták, serreggel pénzjutalommal ismerték el a múlt év kiemelkedő eredményeit. Szem- és orviszketés, kaparó, torok, ordugulás, megkezdődött az idei pollen szezon. Farsangoltak a szépkorúak, Bonyhádon már hagyománya van a különleges rendezvénynek. Csütörtökön derült, száraz, továbbra is hideg idő várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Éjszaka ismét erősen lehűl a levegő, nagyjából mínusz 5 fok köré, derült marad az ég. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!